A máltai katolikus laikus szerzetesrend évszázadok óta gondoskodik a betegekről, a szegényekről és a fogyatékkal élőkről. A rend hagyományos évi Lourdes zarándoklatára a világ minden tájáról érkeznek emberek. A lovagok, dámák és önkéntesek beteg és fogyatékkal élő embereket visznek a Lourdes szűzanyához. Idén Antonio Zanardi Landi is elutazott Lourdesba. Fantasztikus volt. Ez minden évben egy szenzáció. Idén különösen szép és megható volt. Azt hiszem, több mint 7000 zarándok érkezett, és bár a pontos számot nem tudom, de azt hiszem, legalább 800 kerekesszékes érkezett, szóval lenyűgöző volt. A máltai lovagrend a kereszténység egyik legrégebbi szerzetes rendje, de Málta elvesztése után a rend visszatért eredeti karizmájához, amely a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek egészségügyi ellátása, támogatása és fogadása. A nagykövet feleségével, Sabina Cornaggia Medicivel együtt úgy döntött, hogy a rend segítségével Rómában is elindít egy kezdeményezést. Elmagyaráznám még egyszer, hogy mi volt a koncepció. Szeretnénk segíteni ezeknek az értelmi fogyatékos fiataloknak, akik főleg közepesen súlyos fogyatékossággal élnek, nem súlyosan fogyatékossággal. Olyan fiatalok, akik képesek tanulni, és valószínűleg meg tudnak tanulni önállóan élni. Ezzel egyidejűleg megtanítják nekik, hogy hogyan kell működtetni egy Airbnb-t. Így megtanulnak majd néhány készséget, amelyekkel remélhetőleg 2-3 év múlva a segítségünkre tudnak majd munkát találni egy rendes szállodában, vagy máshol, hogy másokat is betaníthassunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy ideglenesen segítsék őket, hanem arról, hogy lehetővé tegyék számukra az önálló életet? Pontosan, ez az elképzelésünk. Mindannyiunknak van egy-egy sajátossága, ami megtart minket. És azáltal, hogy együtt maradunk, megtanulunk erősebbnek lenni. A házaspár együttműködik egy szövetkezet szakembereivel, akik már régóta segítik a fogyatékkal élőket. Javaslatuk szerint lehetővé kell tenni, hogy a fogyatékkal élők megtanulhassák, hogyan tudnak önállóan gondoskodni magukról. A munka egyben méltóságot is jelent. Ezért itt mindenki arra törekszik, hogy legyen munkája. Nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek, és hogy elindulhatok ezen az úton. De leginkább az izgat, hogy megtapasztaljam, milyen távol lenni az otthonomtól. Tehát felelősségteljesebb lehetek. Nagyon büszke vagyok. Megszületett a turisztikai céllal kiadott apartmanok ötlete. Oktatók segítségével Marco és barátai itt tölthetik napjaikat az apartmanok karbantartásával. De nem is akármilyen apartmanokról van szó. A kezdeményezők megtudták, hogy a rendelkezésre álló turista apartmanok mindössze 2%-a alkalmas kerekesszékkel való közlekedésre. Úgy döntöttek, hogy akadálymentes helyeket építenek. Sabina Medici tisztában van azzal, hogy a máltai lovagrend nevében indított projektje egy apró kezdeményezés. Reméli, hogy mások is felfigyelnek rá, különösen azért, mert a közelgő 2025-ös szentév miatt több turista szállásra lesz szükség Rómában. Neki és férjének sok örömet okoz a fogyatékkal élő fiatalokkal való munka, és a kezdeményezettek is boldognak tűnnek. Nagyon lelkesnek tűnnek. Természetesen nagyon lelkesek. Köszönöm.